Halló, sziasztok, szép estét mindenkinek, egy kis speciális epizód, úgy néz ki, hogy megindult a világpiac, most indult meg a világpiac, megtörtek a medvetrendek, és akkor mutatom is, azt mondja, hogy S&P 500, kezdjük itt a napiból, aztán megyünk a kicsi felé, azt mondja, hogy első körbe S&P 500 megtörte a medvetrendet, ami itt van piros vonal jelölve, ugyebár a nagy szakadás addig ment csak folyamatosan fölfelé, de jó. Dow Jones, ezek mind napiban, Dow Jones is megtörte, Nasdaq is megtörte, a félelemindex, a VIX index, az pedig, na, ez meg azért akadozik néha, vissza kell oda-vissza váltani, mire elkapja, hogy úgy van ez bejelölve, hogy na, ő a napiba így néz ki rendesen, ezt nem tudom miért csinál. Jó, félelemindex is megtörte, esik le a félelem a tőzsdén. Az aranyazós részletkérdés, hogy mit csinál valahogy ezért oldalazgat. A Bitcoin is, ő határesetben nem a nagy, a több hónapos medvetrendet törte meg, viszont azt mondja, hogy itt 4 órásban látszik, hogy itt is van egy kisebb medvetrend, ami január 20-ától indult. És akkor ő pedig ezt, és akkor napiakat megnéztük, akkor nézzük most 4 órásban is gyorsan végigmutogatom őket. Félelemindex, így megtörte, Nasdaq, így törte meg 4 órásba, Dow Jones, S&P 500, arany, az a nem, illetve Bitcoin, és akkor itt is látszik 4 órás, és akkor gyorsan még a végére nézzük meg az 1 órás, meg 15 perceset is, aztán örüljünk, hogy jövő héten indul az egész világpiac felfelé, Bitcoin már lehet valószínű hétvégén is. Félelemindex, Nasdaq, 1 órásba, Dow Jones, S&P 500, arany nem, és Bitcoin is 1 órásba, és akkor a végére még a 15 perceseket is ott is tök szépen látszik. VIX index, félelemindex, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, arany nem, és a Bitcoin is szépen megtörte ezt a trendet. Na jó, lényeg a lényeg, úgyhogy örömség van, ezt akartam, gyorsan jöttem itt egy pár percre, úgyhogy nyugodt legyen most már mindenki. További szép estét, sziasztok!